Sziasztok, kedves gyerekek! A fái óvisok a Magyar Hét keretében meséket dolgoztak fel, és elő is adták azokat társaiknak. Most egy kedves történetet láthattok a Kamilla csoport előadásában. A mese címe A kismalac és a farkasok. A kismalac és a farkasok. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismalac, és abban lakott egy kismalac a rengeteg erdő közepébe. Gondolta magával, főzögetett, egyszer csak oda ment az orvos farkas. A kismalac beresztette az egyik hátulsó lábát is. Titokban a kismalac oda tett egy forró fazék vizet a tűzre melegedni. Kis idő múlva megint megszólalt a farkas. Erre kedves kismalac, kell a másik hátulsó lábamat is. A kismalac beresztette a két, a másik hátulsó lábát. De a farkasnak még ez sem volt elég, azért megint megszólalt. Keresztbe, kedves kismalackám, a két első lábamat is. A kismalac beresztette a két első lábát is. A farkasnak még ez sem volt elég, megint megszólalt. Rendben, kedves kis farkám, már egészen. A kismalac oda tett egy zsákot a nyíláshoz, hogy jön hátra a farkas, abba menjen bele. Bekötötte a kismalac a zsák száját, levette a forról tűzről a fazék vizet, és ráöntötte a farkasra. Au, 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 de tudjában még beolvasott a zsák szája. A kismalac fölmászott egy magas fára. Fölmászott egy magas fára. Biztos jöttem sokára a farkas tisztelt. Keresítették a farkasokat. Ott egy farkas rátalált. Hárapodni kezdtek, amit csinálja. Az egyik megy eszébe jutott, rájött egymás hátára. A bodza csoportosok is egy ismert mesét adtak elő. Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy gazdaasszony. Ennek a gazdaasszonynak volt egy kis kakasa. Ez a kis kakas csak ott keresél, csak ott kapargál a szemétdombol. Egyszer csak talál egy gyémánt félkarcát. Gondolta, hazaviszi a gazdaasszonyát. De arra ment a török császár, és azt mondta neki. Kiskakas, add nekem a gyémánt félkarcát! Nem, mert kell a gazdaasszonynak. De a török császár erővel vette a kiskarcát, és betette a gyémántos palotájára, a kincses tangájára.
Kukuriku, török császár, add vissza a lémántfél kajszáromat. A török császár nagyon kérdés lett, azt mondta a szolgálójának. Erejte szolgáló, fogd meg azt a kis kakas, vesd bele a kútba. A szolgáló megfogta a kis kakas, és belevetette a mély kútba. Szíd fel benyem a sok vizet, szíd fel benyem a sok vizet. Erre a vegye mind felszívta a vizet, és újra felszállott a török császár ablakába. Kukuriku, török császár, add vissza a lémánt fél kajszárokat. Még nagyobb düh forgott a török császár körül, és azt mondta nagyon mérgesen a szolgálójának. Erre szolgáló, fogd meg azt a kis kakat, vedd bele a végő kemencébe. Hacsikék, hagyom a darabot. A szolgáló megfogta, és a kis kakast belevetette az égő kemencébe. Ott elkezdte. Szígy felmenem a sok játékkérdésünkkel folytatjuk műsorunkat, a mai kérdés így hangzik. Hová menekült fel az eredeti mesében a kismalac a farkasok elől? Válaszaitokat az Iciri Piciri Facebook oldalára várjuk, jövő csütörtök reggel 9 óráig. Kedves gyerekek! Ez volt mára az Iciri Piciri, jövő héten ismét számítunk a figyelmetekre. Tartsatok akkor is velünk! Sziasztok!